Cosa ti è venuto su? Sziasztok, szép estét mindenkinek! Megpróbálok a higgadt élőt leadni a mai nap fényébe. De aki máma hallott beszélni, az úgy is tudja, hogy mire számíthat. És megpróbálok nem vulgárisan fogalmazni. Gondolom, úgyis tudjátok, hogy a hócipőm van teli. Gondolom, ezt úgyis rájöttetek, hogy nem volt elég a szombat, akkor tudomásul kell venni, hogy közöttünk még júdások is vannak. Nem is akármilyenek. És ami bosszant, és majd ti is meg fogjátok érteni. Az bosszant a legjobban, hogy elveszik a jövőt, nem csak az én gyerekeimtől, vagy tőlem, hanem tőletek is, meg a családjaitoktól is. A júdások. Na, menjünk bele, jó? Kezdjük még egyszer a 28-al, mert az volt az alapja. De nem is a 28 volt a lényeg, hanem a július 25. Be lett jelentve rendszerváltás, elzavarjuk a kormányt, felelősségre vonjuk, és új Magyarországot építünk. Következő élő kibővült, petíciót adunk a kormánynak. Következő élő kibővült, 3 napos engedélyünk van, és rendben leszünk. Emlékeztek rá, nem kell mindenkit figyelmeztetni, meg fölhívni a figyelmét. Aztán történt, ami történt, 14-én, közös élőben elmondtuk, hogy mit szeretnénk, mindenki örült, még majdnem én is. 15-én már kezdődött a kihátrálás, 16-án már kihátrálás volt. Ezt mindenki tudja. És abban nem is akarok belemenni. Aztán kezdődött az adok-kapok. És ugye elmondtam, hogy a helyszín az egy csapda, erre is ki fogok térni. Elmondtam, hogy be fognak bennünket keríteni. És a rendszerváltó csoport tagjaiért én tartozok felelősséggel. De mivel demokrácia van, szombaton miután összegyűjtünk ugye a Vajdahunyadvár mögött a napozó réten, vagyis hát a diktatúra helyett mi demokráciát szeretnénk, így egyöntetőleg az a szavazás jött le, hogy menjünk át. Ennek azért örültem, mert csak azért örültem, mert első a haza. És mi, ahogy egységesek voltunk, aki ugye nem elszavazott, azok nem is jöttek át, illetve a sátornál is kellett paradni, tehát ők ott maradtak a sátornál, amivel nem volt semmi probléma. És mi rendszerváltók együtt vonultunk be a Népligetbe, szépen megvártuk egymást, megadtuk egymásnak a tiszteletet. És a fák alól kilépve megláttuk a színpadot. Ott... Na mindegy, már nem megyek vissza ennyire a múltba. Ma hívtam be élőbe az urat, de nem reagált, de mi, hogy nálam nincsen letiltva, bízok benne, hogy észre fogja venni magát, és rá fog jönni, hogy kiről is beszélek. Vagy kikről is beszélek. Ugye elmondtam tegnap, hogy a Rácz Szabó Laci kezdte az élőt, és a
felszólalást. Gurabi Ágnes művésznő, életművésznő volt a második. És azután jöttem én. És én nem szeretek burkolt lapokkal játszani. Én ugyanazt mondtam, amit idáig. És fölébresztettem az emberekbe a tudatot, hogy mi is a cél. Beszélünk róla, valamiről, de nem nevezzük nevén a gyereket. Hát a cél valós és tényleges rendszerváltás. Aztán utána jött a UCC. Aztán nem tudom, ki jött utánam. Meg azután sem tudom, hogy ki jött, aztán ismét én jöttem. Mert ugye láttam, hogy elkezdtetek szivárogni. Hát senki se arra jött el, hogy itt babazsúr lesz. Már aztán megint nem tudom, ki volt előttem, a harmadik felszólalásom előtt, amikor közösen jelentettük be, hogy itt maradunk 72 órára, várjuk az embereket, hívtuk az embereket, és le akartuk bonyolítani, legalábbis a bejelentéskor még ketten akartuk lebonyolítani a valós és tényleges rendszerváltást. Ezt tudjátok. És örülnék, hogyha legalább ahhoz a 3000 emberhez eljutna ez a videó, aki ott volt kint, akinek a nagy része csalódott volt, és kapkodták a fejüket, mint postás a stemplit, mert nem tudták, hogy mi történik egyik percről a másikra. Ott úgy változott minden, mint az időjárás. És aztán elkezdődött a babazsúr helyett egy bohockodás. Jött valami kormányzó, valami világkirálynő, valami világkirálynő aláírásgyűjtése, aztán jött valaki, aki beszélt valamiről, csak nem értettük, hogy miről. Aztán jött valaki, aki a saját versét felolvasta, mert még arra is hülye volt, hogy megtanulja. És akkor jött egy idős bácsi, őt se nevezem nevén, aki elmondta, hogy amit ő be fog jelenteni a színpadon, azzal én nem értek egyet. Ő a második Júdás. Csak figyeljetek! És akkor bejelentett valamit, amitől mindenki a megváltást várta, holott én elmondtam, hogy ez egy ökörség, így nekiállni valaminek. És akkor úgy gondoltam, hogy én már nem megyek fel a színpadra, mert mit mondjak? Van rendező, majd az lekoordinálja, amire oda hívott bennünket, gondoltam én, hát előtte egy órával együtt álltunk, és mondtuk el, hogy mi lesz. Mit szeretnénk elérni. Úgy tokkal vonóval 3000-en mit indítunk el. Próbálok el még higgadt maradni, higgyétek el, de iszonyat nehéz. És akkor jött egy másik variáció, nemzetgyűlés, és menjetek haza. Mindez körülbelül 700 ember előtt. Tehát 700 ember az komolyan gondolta, hogy kint marad. Körülbelül 250-300 ember úton volt, hogy jön támogatni bennünket. Az már gyezres. Éjjelre. Mert volt engedély. Éjjelre. Arról volt szó, hogy az már gyezres. Akkor reggelre meg vagyunk 5000-en, estére meg vagyunk 50000-en. Ezt emlékeztek a számokra, nem akarom magamat ismételni. Aztán ugye elmentünk haza, mert azt mondták, hogy éljen haza, menjetek haza. És megoldottuk a rendszerváltást. Ma nézzétek az élőket, meg a videókat. Dobszó mellett mindjárt magamra rántam a kormányt. Sikerként be lett jelentve, hogy levezényeltük a rendszerváltást. És ebben a helyzetben maradjak nyugodt.
Felolvasták. Felmondunk a kormánynak. Így. Mikor elmondtam, hogy a parlamentben nincsen senki. Aki az élőt látta, látta, hogy odaírtam, hogy Csabi, szóltam, hogy a parlamentben nincs senki. Hát minek oda menni? Nem lehet szót fogadni. Másiknak, mert hát ha azt tudja a tutit, csak folyamatosan okoskodunk, meg balfaszoskodunk. Nem. Oda mentünk a parlamenthez, felolvastuk valakinek. Ki tudja, ki volt az az illető ott, jelenlévők közül. Milyen rangba volt? Mit csinált az ott? Ezt megjöttek a rendőrök. Szóval két Júdás összefosta magát. Rögtön rozsdasíkos lett a gatya. Aztán elmentek valahova megint. Aztán lehet nézni az élő videót, hogy pofára högik őket. Fölmondtunk a kormánynak. Na és akkor elkezdem. Fölmondtunk a kormánynak. Követeljük a 300 000 forintos létminimumot. Meg követeljük, hogy minden közügybe be lehessen szólni népszavazással. Aztán mindjárt magamra rántom a kormányt megint. Hát a... Nem beszélek vulgárisan. Ez a két Júdás, tudjátok, mit csinált? A diktatúrában még hatalmat adott a Fidesznek. Ezt csinálták. Azt az eszmét, amiért ti kimentetek 28-án, azt ez a két Júdás elárulta. És bazd meg, hogy csinált belőlünk. És bazd meg, hogy csinált belőlünk. A két Júdás. Lehet rajta gondolkodni, emberek. Lehet rajta. Most meg. Na most kapaszkodjatok meg. Ja? Volt általános sztrájkról szó, két hét, blokádról. Erről is volt szó. Ó, fel van írva. Kim van a falon. Ja, van egy ilyen videó, hogy kinn a falon. Nehezen lehet megtalálni a YouTube-on, de nézzétek meg. Ma megint blokádra hívja az embereket. Meg sztrájkra. Na figyelj, barátom. Így név nélkül, mert Júdás vagy. Apáddal együtt Júdás is maradsz. Meg azzal a vén emberrel is, akivel máma elárultátok az országot. Na figyelj, pajtás. Én most szólok. És most még finoman szólok. Csinálj blokádot. Csinálj. De figyelmeztetlek. Haladjunk kelet felé. Halljátok, kelet felé. Tehát én figyelmeztetlek. Én kamionnal megyek. De ha én meglátlak, én nem fékezek. Mert ennek a nemzetnek az íre a pontot, barátom, te tetted meg. És én nem voltam drasztikus, és ezt ti tudjátok, hogy nem vagyok drasztikus. De ottul a helyed, apáddal együtt, meg a vén emberrel együtt, Andrássy úton, barátom, a lámpavason. Mert a gyerekeinktől vettétek el a jövőt. És azt kiabáltad, ha 28-a nem sikerül, veszel repülőjét itt, hogy az országot, hát takarodj! Takarodj, és ne okozzál ide több kárt. Te ne szervezzél már semmit se, barátom. Te leírtad magadat. A mai nappal főleg leírtad magadat. A mai nappal. Mert 3000 ember közül 1500 az utolsó fillérjéből jött föl Pestre. A nagy szövegedre. A nagy szövegedre. Az utolsó pénzéből jött föl szerencsétlen ember. És odajöttek a szülők, hogy Attila, 4 gyerekem van. És haza lettünk küldve. 3 gyerekem van. Haza lettünk küldve. Hogy mondok nekik, hogy sikert értünk el? Na ezt okoztad, pajtás. Úgyhogy csináld a blokádot, de ha fasz a gyerek vagy, akkor te ott állsz az első sorba. De nem merj elmenekülni. Nem merj elmenekülni, hogyha nem állok meg. Hanem áld a sarat, pajtás. Mert azt a mocskot, amit rám szórtak, a rendszerváltásokra szóltak, a rendszerváltás eszményére szóltak, azt te okoztad. Ti írod, hogy te évek óta ezzel dolgozol. Mivel dolgozol? A pöcsöddel, barátom. Azzal. Azzal kellett volna játszani. A pöcsöddel. Ott okoztál volna kárt. Na, az országba. A 24. órában vagyunk, már túlmentünk az időn. Mert szombat óta, kis barátom, már eltelt 48 óra. És holnap délre már rend lehetne. Na, ezt okoztad. A vén embereddel együtt, meg az apáddal együtt, nem tudott kultúráltan beszélni az emberekkel. Mert hőbölgött. Tudod? Aztán legyek nyugodt. Legyek. Ezek mellett a barmok mellett. Mert de megyünk tovább.
Na figyeljetek! Jöttek ugye ezek a spirituálisnak mondott senkik. Nehogy elhiggyétek el, hogy ezek ilyen látók. Jó van, fejezd már be te is. Nehogy elhiggyétek el, ez látó emberek, meg spirituálisok. Dehogy is, agyhalott az összes bazd meg. Egy kivételtől eltekintve agyhalott. Valinka. Hó, mindenból csak akasztott ember, nem? Világkirálynője? Ilara? Hát ki választotta meg? Borbé? Gyerekek? Na, a bohócokat felsorakoztattuk. De mondhatnám a spirituális neveket, de nem mondom. De mondjátok már el nekem, mert azt mondtátok, hogy rajtunk van az égiek áldása. Erre? Erre a fosra, amit összehoztatok? Hát nem láttátok a Jupiter, hogy árnyékban van? Vagy a Vénuszt? Nem láttatok előre? Balfasz társaság. Az összes. Aki magát nekem spirituálisnak meri mondani, még egyszer találkozok vele, szívlapáttal ütöm szét a fejét. Szívlapáttal. Az biztos. Nekem csak ilarázzatok. Meg borbélyozzatok. Meg hosszasan sorolhatnám ezeknek a barmoknak a nevét. Az összesnek. Nem láttátok, hogy kudarc? Mert egy ökör van ott közöttünk, meg egy Júdás van közöttünk, meg három Júdás van közöttünk. Nem láttátok előre? Na, spirituálisok. Ti mindent láttok, mindent tudtok. Ó, a csillagok állása. Az. Az. A csillagok állása az. Megmutatta, hogy mennyi ökör van. Ezt tudtátok felsorakoztatni magatokat. És én marha, meg ehhez adtam a nevet. Én marha. Hát a Nemzeti Cirkuszban nincs annyi bohóc, mint amit felsorakoztattak szombaton. A Nemzeti Cirkuszban. Lehet, hogy az elmúlt 10 évben nem volt ennyi bohóc. Csak tudjátok, mivel fizettünk? A jövőnke. Meg a gyerekeink jövőjével. Na itt a szégyen. Itt a szégyen. És ez a probléma. Ez a probléma. Hogy itt a szégyen. Mert abból a 3000 emberből, abból 2000 a mi nevünkre a rendszerváltásra jött ki. Nem a bódisféle baromságra jött ki, hanem a rendszerváltásra, mert azok voltak a rendszerváltók. Ott mindenki ismerte magát. Meg mindenki ismerte a másikat. Tudjátok? Ott ez volt a szégyen. Ott ez volt a szégyen. Hogy 2000 ember az közülünk volt ott. 2000 ember. Mert én csak azért mentem oda. Nem az egységet szolgálni ezekkel az ökrökkel. Hát te mind hót hülye. A csodálkozók, hogy meg tudnak meg levegőt venni, azt nem felejtették el. Anyjuk mindent megengedett nekik gyerekkorukban. Gázcsapot, azt kellett volna, gázcsapot. Vagy nyelte volna le őket. Összeset. Ilarástú, borbélyostú, mindahogyan. Azt kellett volna. És akkor folyamatosan küzdünk emberek. Folyamatosan küzdünk, hogy nincs ember. Hát erre? Erre a bohótságra? De most mondjátok el őszintén, erre a bohótságra? Hó, aztán volt ott egy hölgyike is. Hó, név nélkül. Név nélkül. De ha kell, akkor névvel is megemlékszem, mert ő mindig üvöltözik rám. Június 15-én, vagy 14-én. A Zólyoma rendezvényén szitta szólt a szapúta Orbánt. Tudjátok, kiről beszélek, nem mondom a nevét. Most is folyt a szájából a szar, mikor fölmentem harmadszor a színpadra, aztán fölhőbölgött nekem. Ő nagysága, nagy spirituális, még spirituális embert láttam egyet, még egyszer elmondom, úgy hívják, hogy Szecsei Miklós, így hívják az urat. Egy rossz szót nem hallottam még tőle. Nem olyan ember, akinek a szájából folyik a fos. Nem, nem, ő spirituális, a többi az egy ökör. Fölhőbölgött, na! Kisasszony, vagy asszony, vagy mit tudom, hogy hívnak. Nem is érdekel. Nem láttátok, hogy az árulót éltetitek? Nem vettétek észre? Még a mai nap után se esett le? Na látjátok, itt a baj, itt te, gondolkoznátok. Ahelyett, hogy a másikat bíráljátok. Itt, kezdje gondolkodni. Ezért mondtam, fényeket, ide. Ide, első körbe ide. Mert tudjátok, a sötétség az, meg a köd, az nem csak a fejekben létezik, meg nem csak a természetben. Két helyen egyszerre. Akkor van baj, ha két helyen egyszerre van. Akkor nagy baj van. De nálatok ott örökös. Szóval én nem bomlasztani akarok. Nehogy valaki azt érezze, hoho, még mielőtt valaki itteni, azt írja nekem. Hanem nézzétek meg a mai élőket, hogy miről szólt, meg mit olvastak föl. Aztán kezdetek el gondolkodni. Hogy át lettünk baszva. Hogy hülyének lettünk véve.
Aztán bele lehet ide vonni a konteósokat is, hogy a hatalom fizette, meg kifizette a színpadot, meg el van-e számolva a színpadról, meg ki van-e rakva az elszámolás, lehet rajta gondolkodni. Lehet rajta gondolkodni. Lehet rajta gondolkodni. Azt ez a két ember, apja, fia, tőlem retteg, mert kipakolok. Hát, de ki ám barátom? Hát, de hogy ne pakolnák ki? Hogy ne pakolnák ki? Hogy ne pakolnák ki? Amikor elárultátok az országot, tönkre basztatok mindent. Tönkre. Tehát ti beszéltek egységről, meg rendszerváltásról. Vedd a repülőjét, barátom, azt takarodjál, ne blokádot szervezzé, mert én megkereslek. Mert hidd el nekem. És mondtam, ha ott állsz a blokád elején, mert te tökös legény vagy, én nem fogom nyomni a féket. És erre fölkészítelek. Én tankkal libaszarom, úgy megyek át. Hidd el nekem. Én nem fogom sajnálni a kamiont. Én bármikor keresztbe merem rakni. Ha van autó, barátom, az első lesz, aki keresztbe húzza a kamionját. Hidd el nekem. Nekem nem a szám jár, mert én bármikor megcsinálom. Bármikor. Nekem nem a szám jár. Még egyszer is mondom. Tehát neked a szád jár, meg az imidzsedet építed, neked tudod, mi volt a lényeg? Színpad legyen, mikrofon legyen, meg vegyenek a tévébe. Én is lenni akarok valaki. Reality show, ez volt megrendezve 28-án. Kivel fogjak össze? Árulókkal? Árulókkal? Azokkal fogjak össze, kedves Kata, akik a 3000 embert hátba szúrták? Hát nézzétek meg a videókat, utána beszéljetek nekem, összefogása. Milyen összefogása? Arról volt szó, hogy kimaradunk. Nem megyünk haza. Kimaradunk. Erről volt szó. Elindultak az emberek vidékről. Az visszajöttek fordítva. Egy ökör miatt. Na ez volt a probléma. Menjetek haza. Nem akarunk benneteket kifárasztani. Menjetek haza majd. Nyomjátok az Enter gombot. Enter gombot ágyból. Ágyból. Feküdjetek jól, lehet, csináljátok meg kényelmesen a helyet. Nyomjátok az Enter gombot, aztán majd rendszert váltottunk. A másik ökörben máma elmegy, a vénember. Elmegy, a barom. Aztán elmondja, hogy fölmondunk a kormánynak, 300-es létminimumot adják meg, meg mindenről lehessen szavazni. Na, te szép Szűz Mária. És ez lement 100 fajta csatornán, máma élőben, mert mindenki élőzött, lement. És akkor csodálkoztok arra, azon, hogy minden egyes rendezvény így ér véget. Mert ilyen két ilyen szarházit éltetünk, ahelyett, hogy eltörtük volna a gerincüket, amikor lejöttek a színpadról. Vagy máma, az az 50 ember oda ment volna, azt úgy pofán vágta volna mind a kettőt, hogy az egyik Debrecenig röpül, a másik az Isten tudja hováig. Hogy nem ezt ígértétek. Mert ez, tudjátok, mi volt ez? Ez egy show műsor volt. A Népszerűség show műsora. Erről szólt a mai élő. Erről szólt a mai élő. Aztán itt van Lantos Zoli barátom, akinek meghalt a testvére. De én most fölhívom a Lantos Zolit, hogy blokád, a Lantos Zoli elindul. Nem azon gondolkodik, hogy kiment az autó motorja. Az elindul, barátom. Ne vagyunk ennyibe. Szidjétek el, és ebből az ilyen emberből van 100. 100 tökös. Nem egy tüketlen. Nem. Igen, pillanat, mert valaki kiírta, hogy én tudtam, hogy nem szabad oda kimenni, csak nem tudom kiírta, ki mert már elment. Megvan. Igen, Éva. És akkor menjünk. Menjünk tovább. Én tudtam, hogy nem szabad oda kimenni. Akkor folytassuk, jó? Elmondtam, hogy csapda. Emlékeztek rá? Elmondtam. Jó, Fradi szurkolóktól nem kell tartani, nyert a Fradi. Hajrá, Fradi. Teszem is hozzá, mert én is Fradi Dukker vagyok. De nem szívesen keverednék össze a B középpel. Elmondtam, hogy úgy körbe vesznek bennünket a rendőrök, ugye? Úgy körbe vesznek bennünket, hogy onnan esélyünk sincsen. Melyik rendőrön volt azonosítószám? Nem a név érdekel, hogy Kispiri meg Varga Zoli. Engem ezek nem érdekelnek. Azonosítószám. Melyiken volt? Egyiken se.
mert ezek épp olyan zsidó köcsög rendőrök voltak, mint 2006-ban. Úgyhogy, ha Robi megindult volna, ott vérfürdő lett volna. Maradjunk ennyibe. Maradjunk ennyibe. Mert egyiken nem volt azonosítószám. Egyiken nem volt azonosítószám. Szenvedtétek észre? Ezt is nekem kell észrevenni? Mert még körülbelül 50 ember jött velem. Na, és akkor a másik dolog. Két vidéki hölgyike, most nem mondom a nevét, mert úgy is tudom, hogy itt vannak és nézik, és nem azért, mert nem akarok névbe megemlékezni, csak nem beszéltük meg, hogy megemlíthetem-e őket, vagy nem. Nyíregyházáról jöttek 250 kilométer. Majd megbeszéltük, hárman közösen, mert ugyanaz az eszme viszi őket is, mint engem. Hogy szólunk Máté Tamásnak, ez már a bejelentésem után volt, hogy itt maradunk éjjel. Szólunk Máté Tamásnak, leutazunk érte, fölhozzuk. És akkor elkezdődik egy olyan rendszerváltás, amire mindenki várt. Mert Máté Tamás az, aki benne volt abban a csapatban, aki észrevette, hogy az alaptörvény közjogilag érvénytelen. És a két hölgy elment 250 kilométerre Máté Tamásért, majd meg volt beszélve, hogy szót is kap, Csabi be is írta. Aztán úgy ment haza 250 kilométerre, hogy nem kapott szót, mert a rendszerváltás azt a júdások lefújták. Igen. És a két hölgy egy este alatt a mi kis országunkba utazott 1000 kilométert. Ja. 1000 kilométert. Mert 250 volt Tolna, valami kisfalu, 250 vissza az 500, meg még elmehettek Nyíregyházára haza, ahonnan jöttek, megint 500. Kedves Gézáné, pont azért nem tudunk blokádot szervezni, mert mindenhol júdások vannak, mert mindenki a kifogással jön, mert mindenki egy töketlen pöcs, és nem mer kiállni a saját országáért, a saját családjáért, a saját gyerekéért. És még egyszer mondom, körülbelül 100 olyan ember van, aki oda meri tenni magát. 100 ember van ebbe a országba. Mert kiment az autó motorja, sokan jövünk, kiment az autó motorja, hát a többi autó. Ja, az első indult. Csak egy példát mondok, ez mondjuk mindegy, csak egy példát mondok. Egyet, tudnák ezeret mondani. Kinek kell a kezébe adni a stafétát? Imre Vajas kéri. Kinek a kezébe? Gyerekek! Na ne menjünk már át a bohóckodásba, jó? Ne menjünk át, mert kikattanok, aztán nem lesz jó vége. Kérlek, én nem akarok veled veszekedni. Nem akarok. De arról volt szó, hogy 10 millió forint kell, ugye? Na akkor adok 10 milliót. Mutassátok meg, mit tudtok. Lerakom a Sanyi asztalára a 10 millió forintot, de én abban a pillanatban látni akarom, hogy mire adtam le a 10 millió forintot. És legyen rendszerváltás. Ne evelébőszükben beszélgessünk, hogy majd ez lesz, meg az lesz, meg leraktam a programot, meg magwebet, mert már mindjárt fölnyomom az agyamat. Már mindjárt. Tessék, üzletet adok a Sanyinak. 24 órán belül adok neki 10 millió forintot, de szeretném látni, hogy mire adtam a 10 millió forintot. Tessék! Ez kell? Ez kell? És? Holnap reggel Orbán elszalad, mint ma. Meghallotta, hogy fölmondunk a kormánynak, Orbán abban a pillanatban fogta a cokmokját. Családostú.
Futott. A Cinege utcából kifele. Tek azóta is keresi. Úgy eltűnt. Nem menjünk már bele ebbe a bohótságba, jó? Nem menjünk már bele ebbe a bohótságba. Ezt, ha ti elhiszitek, semmi gondom nincsen vele. Ez nem az az oldal, aki arra vevő. De tolmácsold a... Tolmácsold a... Jó, harmonikus cseppeket. Na, gyerekek. Ne, basszatok föl. Kérlek, Imre. Na. Nagyon szépen kérlek. Ezt ne vigyük most el. Abban a szintben most nem menjünk el, jó? Mert könnyem is kijött. Imre. Jó. Fú. Már ki is zökkentetté Imre ebbe az egészből. Ebbe az egészből kizökkentetté. Szóval én most várom azt a... azokat az embereket, akik kint voltak szombaton 28-án, hogy vonatkoztassanak el most mindentől, aztán nézzék meg, hogy mi történt szombaton a harmadik felszólalásomig. Értékeljék, hogy a harmadik felszólalásom után a bohóckodás végéig mi történt, és utána értékeljék a mai napi élő videókat. Ne az enyémet, nézzék meg legutoljára, vagy másodjára. Aztán nézzétek meg, hogy Orbán elszaladt-e már, mert a nép állítólag visszavette a hatalmat, meg az önrendelkezési jogát. Meg hogy Pintér elhagyta-e már az országot, meg Lölő, visszaadta el vagyont, mert ez lett ígérve, hogy ezek el lesznek számoltatva, meg felelősségre lesznek vonva. De szerintem pénteken megint lesz, hogy hívják, miniszterelnöki sajtótájékoztató a Kuligunda utcába, a Kossuth Rádióba. Szerintem lesz. Na most vagy nem értették meg, hogy a nép visszavette a hatalmát, vagy nem értették meg, hogy futni kell. Mert ugye az lett, hogy az Isten megbocsájt, de a nép nem. Nép nem bocsájt, mondta a vénember, másik áruló, az nem. Azt se tudjuk, hogy kinek mondta, mert a Isten tudja, kivel beszélgettek ott a parlamentben, lehet, hogy takarító brigádnak volt a főnöke, onnan tudjuk, ki volt. Tudja valaki, ki volt? Mert a kormányőrség megmondta, hogy ők nem vesznek át levelet. De hát én elmondtam a Csabinak, hogy ne menjetek oda, hanem ha már mentek, akkor menjetek a Fidesz székházhoz, és onnan gyertek át a Vajdahunyadvárhoz. Nem? Azok a szerencsétlen emberek, akik máma ott voltak, aztán remény lett nekik adva, azok megint át lettek baszva. Azok szerencsétlenek kimentek, hogy jaj, sikerülni fog valami. Azok a szerencsétlen emberek kimentek, hogy sikerülni fog. Mert felmondtunk a kormánynak. Ja. Hát aki ezt a szöveget megírta, ott az agyrágó bogár már réges-régen több évtizede éhen halt. Aki azt megírta, azt a szöveget, ott szürke állomány nuku. És ezzel lehet nevetni, meg lehet azt mondani, hogy bírálok. Csak én nem magam miatt bírálok, de hogy magam miatt. A miattatok. Mert a ti jövőtökkel fizettetek ezeknek a balfaszoknak. A saját jövőnkkel, meg a gyerekeinkével. Mert már 48 óra eltelt. Aztán hónap már rend lehetne. Mert ennyi volt a 72 óra. Csak hát ez a két Júdás, meg a három, az apjával együtt, nem jött össze. Mert megfúrták azt, amire benneteket kihívtak. És nem az a lényeg, hogy én erre rájöttem. Tudjátok, mi a lényeg? Hogy nektek hazudtak a szemetekbe, és azóta is hazudnak. Nem baj, most blokád lesz, én készülök. Csak szóljatok, hogy mikor lesz, izenjétek meg nekem, mindenféleképpen izenjétek meg. De hogy a kamion rakott lesz, abban biztosak lehettek. Azt nem fog érdekelni, hogy kiállott nekem keresztbe. Csak mutogassa a blokádját. Na, így kell indulni, alulról kell építkezni. Alulról kell az első árulat elkapni, azt felelősségre vonni. Azt az Andrásin el lehet kezdeni, az akasztást. Pedig ideig én a békességet szorgalmazta. Csak hogy 28-ától már nincsen békesség, mert elvették az utolsó olyan lehetőségünket, ahol békességben meg szeretetben lehetett volna rendszert váltani. Ezek az árulók, ezek a Júdások, ezek vették-e?
Mi adtuk nekik. Mindenféle marhát fölhívott a színpadra. Aztán rajtam kívül beszélt valaki arról, hogy mi lesz a gyerekeinkkel? Mondjátok el, Ilara beszélt? Borbé beszélt? UCC beszélt? Hogy mi lesz a gyerekeinkkel? Senki nem beszélt rajtam kívül. Senki. Mindenki magát fényezte, meg valamit fényezett. Szerencsétlen Pózsa Tamarának adtak egy percet. Egy percet adtak a Pózsa Tamarának. A júdások. Kitől féltek? Az igazmondóktól. Igazmondóktól. Attól féltek. Attól. Mert Pózsa Tamarával ugyanazon az úton haladunk tovább. Na, csak az igazmondóktól féltek. Senki mástól nem féltek ezek a júdások. Ezért maradt el a rendszerváltás. És ezért mentek haza keseredetten Nyíregyházára az emberek, akik ott szóvá tették, hogy nem ezért jöttek. Nem ezért jöttek. Na várjátok, mert megint volt valami kritika. Gyorsan elolvasom, hogyha megvan, de már nem tudom, hogy hol van. Mindig balhé van. Hol volt balhé, Barbara? Hol volt balhé? Mondd el nekem, hol volt balhé? Nem volt balhé. Ja, hát, hogy az igazságot kimondjuk. De mondjátok el, akkor megkérdezem tőled is, jó? Tőled is megkérdezem, mint ilyen nagy bőlögetőtő, hogy Gurabiék leállították már kötelező vakcinázást 31-től? Mikor 200 ezer gyereket akarnak most leoltani? Leállították? Elértek valamit? Jaja, Gurabi Fórizs, két művésznő. Fórizs Eszternek az élő videóját nézzétek meg fél évvel ezelőtt, meg azt mondta, hogy a nővéreket le kell oltani. Fú, nagy pálfordulás volt. Nagy pálfordulás volt. Nézzétek meg a videóját. Mindenkit le akart oltani. Most meg kiáll. Bort iszik, vizet prédikál. Ha meg kéne határozni, hogy merre van az előre. Meg kéne határozni. Hogy merre van az előre. Mert nehéz ám. Meg nehéz lesz ám, nem drasztikusan kivenni most már az utcára. Nagyon nehéz lesz. Egy szalmaszálunk még van. Egy. De csak szalmaszál. De maradjunk annyiba, hogy ezt még nem hozzuk nyilvánosságra. És nem azért, mert nem akarjuk, hanem azért, mert több embernek kell benne lenni. Jaj, nem csoportvezetőnek. Nem. József, azon vagyok, hogy összehívom az embereket. Azon vagyok. Hidd el nekem, hogy azon vagyok. Hidd el. Hidd el, hogy azon vagyok. De most gondolj bele, hogy azok a csalódott emberek, akik ott maradtak, akik elindultak, azokat most megint hogy szólítsuk meg? Mondd el, hogy szólítsuk meg? Mert ezek még azt se vették észre a kávézóba, ahol ültek, hogy mekkora kárt okoztak, csak ott elnevetgének, meg valami blokádról beszélnek, meg sztrájkról beszélnek. Aztán meg lehet nézni, hogy mit értek el vele. Fölmondtak a kormánynak. Változott valami? Hadd kérdezzem meg tőletek. De attól a 3000 embertől, most látom, hogy 870-en néznek. Meg attól a 3000 embertől, aki csalódottan ment haza, történt valami? Fölmondtuk a kormánynak. Tényleg? Aztán én mit ígértem nektek? 72 órát. Ez meg hazaküldött. Úgy? Úgy, hogy ott állt mellettem, és helyeselt. Hogy ez az egy megoldás van. Megmondtuk a megoldást. Megmondtuk, hogy Máté Tamás jön.
És arra nem volt hajlandó, hogy Máté Tamást meghallgassa, mert berekesztette a rendezvényét. Ja, mert a színpad pénzbe került, még a következő nap is. Életemben nem álltam színpadon. Életemben nem álltam színpadon. Életemben. Ez volt az első, hogy színpadon álltam. Nekem jó a raklap is. És akkor lehet bírálni itt mindenkit, meg lehet mondani, hogy bontjuk az egységet, ez nem erről szól. Ez pont nem az, nem arról szól, hanem arról szól, hogy ébredjetek, mert árulók, meg júdások vannak, meg azok vesztek bennünket körül. És főhatalmazzák az embereket, főhatalmazzák az emberek által saját magukat, hogy hülyét csináljanak az emberekből. Hogy hülyét csináljanak az emberekből. És hagytuk, hogy hülyét csináljanak belőlünk. Hagytuk. Mert ki gondolt arra, hogy ezt csinálják? Ki gondolta? Débe még senki se gondolta, hogy így el leszünk árulva. Senki nem gondolta volna. És viszont kell a radikális vonal is. Ezt most már tudomásul kell venni. Kell a radikális vonal is. Nem ész nélkül. Nem. Nem ész nélkül. És nem a rendőrnek. Hogyha most gőzerővel dolgozunk a stratégián, hogy azok az emberek, akik csalódottak voltak, és még van bennük tűz, ott legalább a szikra meg a parázs megmaradjon. Mert itt óriási probléma lesz néhány napon belül. Néhány napon belül óriási probléma lesz. Csak én azt nem értem, hogy hol vannak azok a szülők, nagyszülők, apák, akinek a gyerekeit meg kéne védeni, azok hol vannak? A Lőlő kocsmáiba, vagy a Fidesz stadionjaiba? Mert nem 3000 embernek kéne már az utcán lenni, hanem 300 000 tökös férfinak. Nem nagyhangúnak, itt a Facebookon, hanem tökösnek, aki adja a nevét, adja az arcát, az oda mer állni. És szombaton, körülbelül 500 olyan ember volt ott, aki meri adni saját magát, és kimer állni a gyerekéért. És ez csak férfi volt. Találkoztam egy hölgykoszorúval, azt hiszem 5-6-an voltak, ahol a férfiak otthon voltak a gyerekre vigyázni. A nők meg kint voltak velünk. Na azok a nők, akik kint voltak szombaton, azok a hősök. Mert a férfinak lenne dolga ilyen helyen ott lenni, nem a nőnek. Ez akkor volt egy február 1-i tüntetés, tudjátok. Ott is volt két töketlen. Nem tudom, hogy hívják ezeket az ikreket. Ez a Ella a 75-ös párt. Fazakas Tomi barátom. Meg néhány kemény hazafi ki is dobta őket innen a gyűjtögetős rendezvényre, ahol aláírást jöttek gyűjtögetni. Azt, hogy azért is ellettem ítéve, hogy ott fölmertem szólalni. Azt, amikor a vendéglátósoknak kitapsoltunk 20 milliárdot, 500-an, 20 milliárdot, egy vendéglátós nem köszönte meg. Holott annak a 500 embernek köszönhető, nem ennek a két töketlennek, annak az 500 embernek, aki fölemelte, értük a szavukat. És egy vendéglátós nem mer kiállni. Egy vendéglátós nem mer kiállni. Amikor kiálltunk az őt kabátba. 20 milliárdot tapsoltunk ki a hangunkkal. Jó, hát én ott összeszedtem a bírságot.
Hát kíváncsi vagyok, hogy a művész urakat máma följelentik-e tüntetésé, vonulásé, meg a tököm tudja miért. Vagy csak ezt csak a Berton Attilát szokták följelenteni már. Mert annak úgyis elfér a szekrényébe a csekk. Na kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok. Hogy a két művész urat máma följelentették-e. Amikor ott volt egy kamionos barátunk, most szombaton, többen hallottátok. Nem, február 1-én volt Zoli. Az február 1-én volt a vendéglátós tüntetés. A le az adók 75%-a párt nevébe. Nem tudom, hogy hívták a két gyereket, mert szombaton is itt bohóckodtak, meg eszetlenkedtek. Ja? Várjatok. Na mindegy, menjünk már, nem akarok visszatérni. Már nem is érdekel, mert csak fölkapom a vizet. Már megint elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja. Itt volt Nyíregyházáról három kamionos, akik elmondták, hogy nem ezért jöttek, hogy el legyenek küldve haza. Még már tetteket akartak. Meg elmondták, hogy ha legközelebb hívom, akkor hoznak paradicsomot, meg szalonnát. A hétre valót. Meg most is úgy jöttek. Csak rajtunk múlik ám, ha sikerül-e. Higgyétek el, hogy csak rajtunk múlik. Nem azt kell hangsúlyoztatni, hogy én meghalok az országért. Az legyen természetes, azt nem kell kimondani. Azt nem kell kimondani. Az legyen természetes. Áldozatot kíván, áldozatot kíván. Akkor is tovább kell menni az úton. Tovább kell menni az úton. Mert a gyerekeink sokkal többet érnevelnek, mint az ilyen júdások. Az ilyen nagy megmentők. Vagy hogy hívják őket? Meg a sztárok. Meg X-faktorok. Kiálltak. Mert nincsen gondom nekem a Gábor féle egységzenekarra, a félreértés ne essék. Na itt már elszállt az agyam. Gyerekek, nótázni, táncolni ráélünk, rendszerváltás után, ne arra basszuk el a drága időnket, hogy nótázgatunk, meg táncolgatunk, meg zenégetünk. Meg beszélünk valami királyságról, meg szakralitásról, az olyan sötétek, mint az anyaföld. Olyan sötétek voltak. Meg a világ királynője belentkezik izével. Hangüzenetben. Ah, sajnálom, hogy nem tudtam eljönni. Jobb is. Jobb is. Negatív erők ki voltak szorítva. Az alaptörvény közjogilag érvénytelen. Az alaptörvényre épülő összes törvény, összes jogszabály, összes rendelet, összes adó érvénytelen. Pont. Tehát semmis. Akkor milyen beadványról beszélünk, meg kinek? Mondjátok el, Gurabi művésznőm folyamatosan valami beadványról beszél. Folyamatosan. Valami alkotmánybírósági panaszról. Cucu, az alkotmánybíróságot 10 éve ezelőtt zsebrebaszta a Fidesz. 4 milliót keresnek a bírók, jó reggelt. Hát hol érdekli a Gurabi Áginak a beadványa meg a nyomora? Elmennek a WC-be, azt kitörlik velük a seggüket. Ráírják a papírra, hogy nem érkezett meg, csak üres boríték jött. Használd az agyad, bazd meg! Használd az agyad! Kit vezeszte itt félre? Beadványaiddal, petícióiddal, kiáltványaiddal. Megállítottátok, kedves Ági, megállítottátok az oltást 31-től? Meg? Te itt alapból üvöltötted, hogy te tudod a tutit! A Bertalan semmit se tud! Mire jutottál, cucu? Ide az eredményt, az asztalra. Miattatok nem jött össze idák semmi se? Lehet mondani, hogy a Bertalan, lehet mondani, eredményt adja az asztalra. Én legalább elmondom, hogy a vendéglátósoknak 20 milliárdot kikiabáltam ezzel a torkommal. Ezzel 20 milliárdot pajtás. Abban az 500 emberre, aki kimert jönni, akkor is a vendéglátósokért. Aztán két vendéglátós állt föl. Kettő. A többi lapított, mint szar a gyamba. Jaja. Jaja.
Úgyhogy lehet itt erről beszélgetni. Csak nézzétek meg a híreket. Szóval el kéne gondolkodni. Hogy akarunk rendszert váltani. Mert nem a falok csóváljam a kutyát. De nem ám. Kedves László, a hozzászólásra törődtem, meg téged meg kiraktalak az oldalról, jó? Te nem közénk való vagy. Te nem a rendszerváltást szorgalmazod. Te valami diófa alatt tücsöröksz, azt nem mersz odaérni az emberekhez. Ott tücsöröksz a diófa alatt. Te ne beszéljél. Te ne beszéljél. Meg se szólalj. Maradjunk ennyibe, jó? Mert téged azt hiszem békén hagytalak, nem emlegettelek. Jó? Maradjunk annyiba. De azért üzenem az ilyen agyhalott embereknek, mint te vagy, kedves László, hogy a BTK meg a PTK az volt a régi alkotmányban is. Csak tudod, agy nélkül gondolkodni kurva nehéz. Nagy megmondó. Agy nélkül. Ilyen emberek vagytok. Agy nélküliek. Jó, hogy nem mondjátok, hogy a házasságok semmisek. 2012-től, mert már ilyen marhaságot is hallottam már. Aztán, amikor kikattanok, az ilyen ökrök hallatán, mint amilyen te is vagy, kikattanok, akkor nem tudjátok, mi bajon a Bertalannak. Hát az, hogy az ilyen agyhalottak még tudnak beszélni. A Gyurcsány kormány bezárta Lipótot annak idején, már mind a mezőt, az kiengedte az embereket. Na most háromszor meg lehetne tölteni Lipótot. Háromszor. Itt a Facebookról. Csak a Facebookról beszélek. Nem azok, akik benn voltak annó. Nem. Akik itt a Facebookon beszélgetnek. Ez háromszor. Több kárt okoztok az országnak, meg a nemzetnek, mint amit elbírtok gondolni. Több kárt. Mert telik az idő, barátom. Telik az idő. Tudom, téged nem érdekel, meg nincsen gyereked. De nekem van. Meg itt a többieknek is van. Meg van családunk. Akiért felelősséggel tartozunk. Ez nem a nagy pofánk van az interneten, hanem minden egyes rendezvényen, barátom, ott vagyunk. És ne ugassál itt nekem. Ne ugassál itt nekem. Jó? Maradjunk ennyibe. Engem ne nyugtassál, Laci. Engem ne kezdjél el nyugtatni. Ne kezdjél, főleg te. Mert már egyszer kiúsztad nálam a gyufát. A hazudásoddal. Tudod? Tihany. Aztán nem menjünk tovább, jó? Csak ezt kezdetek el gondolkodni, hogy mi mire alapszik. Én alkotmányról beszélek, és nem alaptörvényről. De ahhoz ész kell, hogy ti eljussatok arra a szintre, amire ott volt az a 3000 ember szombaton, és azt tudta, hogy miről beszélek. És az a baj, hogy az ilyen nagy megmondó emberek miatt vannak félrevezetve az emberek. Mert az olyan emberek miatt, akik szombaton odahívtak rendszert váltani, azt hazaküldték az embereket. Holott 2,5 órával azelőtt még arról volt szó, hogy kimaradunk éjjelre. Az emberek már nem győztek irogatni, hogy elindultak. Nem csak az ismerőseim, mert többen odajöttetek, hogy indulhatnak-e az autók. Mert jönnek föl. És már szerveztük, hogy vasárnap legyen ember. Hogy akinek távolról kell, haza kell menni ruháért, az helyett már vasárnap jöjjön vissza ember. Na már ezt szerveztük. Csak arra nem számítottuk, hogy 2 órával később le lesz zárva. Bizony. És akkor a spirituálisnak üzenem, hogy jó példa legyen előttetek Szecsei Miklós. Az a példa. Addig meg se szólaljatok, még nem vagytok azon a szinten. Szóval menni kell tovább előre. Nincs mese. Mert tényleg az életünk a tét. Kidolgozzuk, hogy hogyan. Kidolgozzuk, hogy mikor.
és újra várom legalább azt a 3000 embert, aki szombaton ott volt. Mert mind elveszünk. És ott voltak nővérek is, és ezen is elgondolkodtam, hogy a nővérek meg az orvosok közül senki nem kapott szót. Akik elmondhatták volna, mint 31-én Rita, hogy mi is van a kórházakban, meg mire is számíthatunk mi betegek. Most nem kaptak szót. El kell rajta gondolkodni. El kell gondolkodni. Na mióta tart az élet? Nézzük. Hú, már egy órája. Szóval én nem kérek senkitől semmit. Én mindenkitől azt kérem, hogy elemezze a mai élő videókat. Azt a hármat, amit fölraktak. Vagy négyet. Nem tudom, mennyit raktak föl. Elemezzétek. Nézzétek utána, hogy Orbánék elszaladtak-e már. Nézzetek utána, hogy Lölő visszaadta a vagyont. Nézzetek utána. Aztán, ha nem, akkor valaki nem mond igazat. Vagy te, aki megnézted, vagy az, aki az élő videót csinálta. Mert ha Orbán még hatalomban van, akkor még diktatúra van. Akkor nem történt meg a rendszerváltás, bárki bármit is mond. Bárki bármilyen petíciót csinált, bárki bármilyen petíciót máma leadott, semmit nem ért el. A halott faszára adott egy csókot. Ennyi. Ennyit adott. Aki meg a választásba hisz, továbbra is, az úgyis halott. Úgyis. A 16 napomban beúzták az országot. Szerdán a gyerekeink mennek iskolába. Ja. Aztán nézzétek meg. Nézzétek meg a iskola, amit küldött e-mailt, ahol neked alá kell írni. Ne legyetek restek elolvasni az apró betűt. Aztán értelmezzétek, hogy mit jelent az apró betű. Aztán akkor mondjátok el, hogy nektek van beleszólásotok a saját gyereketek életébe. Csak olvassátok el. Meg az ilyen embereknek, ennek a két árulónak, meg a többi árulónak, akit továbbra is kárt okoz, azokkal meg fizettessétek ki azoknak a diákoknak a tandíját, aki nem hajlandó fölvenni az oltást, és nincsen védettségi kártyája. Na, ezekkel a szarháziakkal fizettessétek ki. Menjetek el, fogjátok meg a nyakát, és fizettessétek ki velük. Az 1 millió 2-t, meg a 2 millió 100 ezer forintos tandíjakat. Az ilyenekkel. Nem nevezem meg őket. Szombaton volt Dögivel színpadon, 31-én is volt, 7-én is volt körülöttünk ilyen. Na, ezekkel az emberekkel fizettessétek meg. Ezekkel fogd meg a nyakát, aztán vidd oda, húzattasd le vele a kártyájába. Mert sok család azt tudja, mit csináljon. Sok család kényszerből leoltatja a gyerekét, csak hogy mehessen egyetemre, mert nincs annyi pénz, hogy kifizesse a tandíjat. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez volt a probléma. Csak erről nem beszélnek. Erről nem beszélnek. Ez a probléma. Hogy büntetlenül okoznak nektek kárt. Nektek. Meg a komplett nemzetnek. De mondtam, legyen csak blokád. Hagyjátok, hadd szervezze. Legyen. De nekem időbe szóljatok. Időbe. Az első leszek, hogy közéjük hajtok. Az első. Aztán nézzétek meg, hogy az oltásnak hány mellékhatása van. Oltás, kutya fasza, vakcina. Oltás. Legyen már ennyi elég, jó? Mert aztán gödényt hagyjuk. Hagyjuk a gödényt. Hagyjuk.
Hát annak a színpadán álltunk. Annak a színpadán álltunk. Nem esett még le senkinek se. Kifizette a színpadot. Kifizette. A WC-ket. A hangosítást. Van még kérdés? És ami a leggyalázatosabb volt, hogy a műsor végén meghajoltak, mint a jó színészek. És aki ott volt, azt tudja, hogy nem hazudok. De jó színészek, meghajoltak. Lehet rajta gondolkodni. Héten nem tudom, hogy még jövök-e. Ha ide nem, nyíltra nem, akkor megyek a csoportba. Majd meglátjuk. Mert mindent meg kell beszélni. Nem csak veletek, hanem azokkal az emberekkel is. És közösen kell meghatároznunk, hogy merre van az előre. De már tudjuk. De egy biztos. Hogy amit szervezek, azt én egyedül szervezem. Ott három ember lesz, aki ott lesz. Az egyik az Máté Tamás, Pózsa Tamara, aztán a harmadikat majd megbeszéljük. Ezzel a kettővel. Hogy ki legyen a harmadik. Mert csak is olyan embert lehet magunk közé engedni, aki ugyanezt az eszmét szolgálja. Mert ez ilyen taplókra, ilyen hazug júdásokra nincsen szükség. Nincsen. És akkor megkérdezik tőle, hogy hol voltál eddig az öregtől? Láttátok a színpadon? Hol voltál eddig? Hát jobb volt, míg nem volt. Jobb volt. Ennyi marhaságot, amit máma felolvasott. Mondom, majdnem magamra rántottam a kormányt, meg az egész fülkét. Kapaszkodtam a saját hajamba. Ki ne essek innen a sofőrülésből. 90-es tempónál. Amikor felolvasták, hogy mit adnak be. Csak olvassátok, hallgassátok csak meg. Aztán mondjátok azt, hogy én vagyok a hülye. Meg mondjátok azt, hogy én vagyok a bomblasztó, meg mondjátok azt, hogy én vagyok, aki kötekszik. Én nem kötekszek. Én nem. Csak nézzétek meg az ellentmondást. Miről beszélnek, meg mit adtak be. Na mindegy. Google barátunk, reggel meg kell néznünk, hogy Magyarországnak ki a miniszterelnöke. Akkor beszéltünk sikerről, ha az nincs ott föltüntetve. Akkor beszéltünk sikerről. Addig, amíg az van föltüntetve, addig nem beszéltünk sikerről, mert ez kínos vereség volt. És nem Orbánék vertek bennünket, hanem ezek az emberek vertek bennünket szemközt. Ezek. És lehet rajta gondolkodni, hogy nem, nincs igazam. Lehet rajta gondolkodni. Fölmondunk. Ezennel fölmondunk. A hatalomnak. Úgy azt a szarta magát Orbán. Fölmondunk a hatalomnak. Még nem a pápának. Hát ahogy is királyságról beszéltek, meg szakralitásról, meg szakrális magyar királyságról, meg Jézus királyságáról beszéltek. Vagy az Isten tudja, mit akartok ezek. Mindenki másféle. Tamarát azért nem hagyták szóhoz jutni, elmondom nektek, mert Tamara ugyanazt a vonalat képviseli, a rendszerváltást, csak már ketten sokak lettünk volna nekik. Mert Tamarát is mindenki elfogadja, csak ezt sokan elfelejtik. Attól függetlenül, hogy fiatal hölgyről beszélünk, lenne mit tanulni tőle. Jaj! Nem is mondtam. Színpadon volt. Aki ott volt, tudja, miről beszélek.
Átállt a rendőrség. Hallottátok? Nem én mondtam. Nem. Úgy átállt júliusba, észre se vettük. De azért még előtte, most azt nem tudom, hogy az átállás előtte, vagy az átállás után engem még kétszer megbüntettek 150 ezer forintra. Akkor üzenem annak, az, aki azt mondta, hogy átállt a rendőrség, hogy van két feljelentés egyén ellenem, az egyik az 31-e, a másik 14-e, 150-150 intézmányi jobbarát ne kelljen befizetnem, mert meg azt az előtte lévő 5 millió kettőt is azt se kelljen befizetnem, jó? Beszélj az elvtársakkal, az átálltakkal, hogy valamit találjunk ki, ne kelljen fizetnem. Meg a bíróságnak is szóljatok, légy szersen, ne baszogasson már mindenféle beadványa, ha már átállt a rendőrség. Én miből áll meghúzni? Így elhúzni, hogy eltörőtük. Ha már átálltatok. Na látjátok, ennyi marha volt fönn a színpadon. Ennyi, azt úgy tapsoltunk, mert Pózsa Tamara, az egy fiatal hölgy, Miskolc környékén lakik. Meg kell nézni vele egy interjút, ahogy Kétvárra fekteti Jákob Rabbit, Jakab Pétert. Na, aki látta azt a videót, az tudja, hogy miről beszélek. Aki nem látta azt a videót, akkor üsse be a nevét, hogy Pózsa Tamara, Jakab Péter. És mindenre rá fog jönni. Mindenre. Ugyanazt a vonalat képviseli, amit mi, rendszerváltó. Azért kell a Tamara oda. Azért. Mert kell egy férfi, meg kell egy nő. Mert a mérlegnek is két nyelve van. Tamás mellé is kell egy nő. Máté, Tamás mellé is kell egy nő. És akkor megvan az egyensúly. Szakrálisoknak üzenem. Nem lépegetek. Mutatom a mérleget. Jó van, de ha itt nincs semmi, úgyse tudjátok, miről beszélek. Várjátok, menjetek a Pilisbe imádkozni. Menjetek. Kubinyival. Kubinyival az élen. Menjetek. A segít, az ima segít. A segít. De azért, mert imádkoztok, ebben nem lesz több. Ebben csak úgy lesz több, barátom, hogyha én elfordítom a kormányt, azt elindulok dolgozni. Jó? Tisztázzuk. Meg Orbán attól imától nem fog elszakadni. Meg elszaladni. Jó? Csak úgy mondom, a szakrálisoknak, akinek folyik a szájukból a szar. Jaja. Hallottátok többen, hogy beszéltek lent. Hallottátok, amikor azt mondták nekünk, 100 emberre, mikor beszéltem a kisebbik Júdással, akkor azt mondta Hefner Ati, szó nem volt rendszerváltásról. Azt hittem, akkor a színpadot rántom magamra. Hallottátok többen? Nem én találtam ki. Én nem találtam ki ilyet. Azt mondta, szó nem volt arról. Te mondom, ezek az emberek azért jöttek. Azért jöttek. Nem, azt mondta, hogy nem arra hívták az embereket. Ők nem arra hívták az embereket. Hát én nem tudom, én a kiírásban azt olvastam. Meg azt is olvastam, hogyha nem sikerül a 28-a, már pedig azt hiszem holnap meg kell nézni a Google-t, hogy sikerült-e. Már most gyomor idegen van, hogy mit ír a Google holnap reggelre. Hogy most kormányozónk van, világkirálynőnk van, vagy még mindig Orbánunk. Mert Orbánunk van, akkor nagy szarba vagyunk. Másik kettőnél is szarba vagyunk. De az egy kezelhetőbb szar. De Orbán, az egy kezelhetetlen szar. A magas lepjével, Gyurcsányával együtt, nem? Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy én a baloldal embere vagyok. Ho-ho! Van az a lámpavas, ahol főférnek. Higgyétek el. Szóval reggel meg kell néznem, hogy... És most megkérem majd Tilki Attila barátomat, meg a Lantos Zolit. Legyenek a segítségemre, hogy reggel bogarásszuk át az internetet, hogy maradt-e Orbán, és sikerült-e a rendszerváltás. Mert ha maradt Orbán, akkor üzenem a Júdásnak. Vegyél repülőjegyet, ahogy megígérted az élődbe, azt takarodj. Mert ha én reptettek meg barátom, annak cudar vége lesz.
Mert az a 3000 ember, akik kijöttek neked békességgel, azok nem biztos, hogy most megállnak, ha megtudják, hogy kik is, mit is csináltatok velük. Hogy felhasználtátok a saját baromságaitokra. Úgyhogy addig repülj el, kis pajtás, amíg elmehetsz. De vidd apádat is. Azt is vigyed. Itt ne hagyd nekünk. Jó? Ezt ezzel lezártam. Csak így barátilag üzentem neked. A mihez tartás véget. De mondom, maradhatsz is tőlem, de akkor legyen tököd, barátom, álljál ki a 4-es útra Debrecenhez, Józsánál. Álljál ki, azt várd be, míg jövök. Vagy fehér kamionnal jövök, vagy feketével. De nem fékezek. Ezt most mondom. De beállok, utána én beállok keresztbe. De akkor legyen tököd és álljál ki. Azt mondod, megbeszéljük, ha túl léted. A találkozást. Az biztos. Mert 3000 embert tettél tönkre, meg egy országot. Apáddal, meg egy bolonddal együtt. Hogy melyikőtök volt a legbolondabb, az nem az én dolgom meghatározni. Azt majd az emberek eldöntik. És ezennel felmondok a kormánynak. Ja. Felám. Ti mondtátok máma az élő videóba, hogy Isten megbocsájt, de a magyar nép nem fog. Ti mondtátok, élő videóba mondtátok, mert 3000 emberből csináltatok bazmekot. És hazaküdtétek őket. Ja. És azt hiszem, hogy nyugodt maradtam. Mert aki már volt itt bent az élő videómban, azt tudja, hogy milyen is szoktam lenni. Azt tudja. Nem szoktam ennyinél megállni. Na mindegy. Szóval Atit meg Zolit megkérem, hogy nézzék meg, hogy reggel Orbán maradt-e, mert akkor én is úgy kelek föl. Ha Orbán maradt, ne írjátok meg. Arról nem akarok tudni. Arról nem. Jó? Zoli. Azt ne írjátok meg. Most azt írjátok meg, hogy most kormányzónk van, vagy világkirálynak. Ezt írjátok meg, jó? Abban már tudni fogom, hogy akkor lezajlott a rendszerváltás. Sikert értünk el. Jó? Ezt nekem megírhatjátok. De azt ne, hogy Orbán maradt, azt ne írjátok meg. Ma arra nem akarok tudni. A mai nap fényében úgy lett beharangozva, hogy sikert értünk el. Egy másik élő videón, egy másik agyhalott azt mondta, hogy megígérte, hogy beadja, beadta. Hogy mit, hova? Azt nem tudjuk. Azt meg nem. Majd 9 hónap múlva lehet, hogy kiderül. Honnan tudjuk? Ki mit, hova adott be, vagy rakott be? Nem tudom. Én nem tudom. De megvan adva arról is az élő videó, hogy megígérte. Hát beadok én is bármit, gyerek, csak szóljatok. Más nem magamnak mindjárt egy andakszint. Mindjárt. Mindjárt egy andakszint. Hogy el ne durranjak. Na lehet így is élő videót csinálni, hogy nem robbanok föl. Ja. De ne tudjátok meg, hogy milyen állapotban vagyok, mert hogy most elhőből öntem magamat, akkor úgyis tudjátok, hogy milyen lenne. Nem, már láttatok. Ja, és azon a videón, ahol a Pózsa Tamara szerepel, Jákobba, ugye? Azon Robi is rajta van, úgyhogy ő is ott volt szombaton, és sajnos ő is csalódva ment haza. Ő is. Miskolc mellé. Ugye, Robi? Gyere, szóljál vissza, hogy azon a videón te is rajta vagy. Mert sokan nem látták még ezt a Pózsa Tamarás videót. Ami nem baj. Félreértés, ne essék, nem baj. Mert a jó papik is holtig tanul. Ja? Na figyeljetek. Ja, itt valaki kihagytam. Zoli. Elnézést. Szakralitás.
Térjünk vissza. Vagy Zoltán, Szecsei Miklós. Már ezt a két ember. Ezt a két ember. Csak hallgassátok. Aztán... aztán utána lehet beszélni szakralitásról. Ki mit képvisel. Meg ki hogy beszél. Aztán láthatjátok a követendő példát, meg láthatjátok azt, akit nem kell követni. Láthatjátok. Így van. Így van. De most nem ezt kérdeztem, Robi, hanem azt kérdeztem, hogy szombaton te is itt voltál, ugye? És mondd el itt a többieknek akkor, mert most vannak itt 700 valamennyien. 20 évesen nagyon jó szemem volt. 708-790-en. Mondd el, hogy hogy mentél haza, legalább csak írd le egy mondatta. Mert én tudom, mert beszéltem veled. Én tudom. Csak hogy lássák a többiek is, hogy nem vagyunk egyedül. Ne köszönd. Zoli, ne köszönjél semmit se. Nem kell köszönnöd semmit se. Nem kell köszönnöd semmit se. Én azt mondom, amit gondolok. Meg amit tudok. Én nem azt mondom, amit mások elvárnak. Na jó van, hölgyek, urak. Elköszönök, mert... boldog Fari, Ferinek meg boldog házassági évfordulót kívánok. Jó egészséget, örömet, hitet, szeretetet és kitartást. Isten áldjon benneteket. Ja, meg hosszú éveket együtt. Már nem velem, Andiba. Szóval, hölgyek, urak, kívánok jó étvágyat a vacsorához. Pihenjetek. Álmodjatok szépet. Jönni fogok, higgyétek el, néhány napon belül. Már jönni fogok. Köszönöm, hogy itt voltatok, meghallgattatok. Bízok benne, hogy a tanulságot levontátok ebből az egészből. Összerakjátok a képet. Meg a filmkockát, ami hiányzott, mert ez olyan volt, mint egy puzzle. Csak az a baj, hogy megint én vettem észre, vagy többen vettük észre. Én voltam ennek a szószólója. Kívánok nektek, illetve valamennyiőtök családjának jó egészséget. Isten veletek. Sziasztok.